Bocsánat, egy kérdés. Van sejtelme róla, miért törik fel megint az utcát? Feltörjük, ha ez kell. Maga biztosan idegen, nem tudja, mit kínlódunk ezekkel az utcákkal. Eltalálta. Épp csak átutazóban vagyok itt. Gondolhattam volna. Hát igen, a dolog úgy áll, lássa uram, hogy megrepett a főn. Csupa ekkora nagy luk az egész utca, meg a többi is. Más nem lehet csinálni, mint hogy fótozzuk, egyre csak fótozzuk. És mélyek ezek a gödrök? Nem is tudom, mit mondjak. Mélynek mélyek. Az ember sose tudja kitölteni őket. Így hát a szélüket kipetonozzuk, aztán rá a födelet és kész. És odalent, a földben mi van? Víz. Csak úgy bugyborékol, meg habzik. Van, aki azt mondja, a város alatt ott lent csatornák húzódnak egészen a bányákig, meg a folyókig, meg tudom is én. És ha éppen egy ház alatt támad ilyen repedés? Az persze a legrosszabb. Megesik az is. Igaz, ritkán. De hát a falak ugye biztosan összetartják a földet valahogy. Úgy képzelem. Nehéz ez a munka, mi? Az ördög vigye el. Az ember néha azt kívánja, bár tűnne el az egész város egy ilyen rohadt lukban. Emberestül, mindenestül. Kivéve persze őt magát. Értem. Értem. Ez már a második, aki akkor látná szívesen ezt a várost, amikor a hátak.